Reakció címmel közös bűnmegelőzési programot indít a Fáji és a Kozmuca iskola. Nem csak a diákokat várják, a pedagógusok is kapnak majd hasznos ismereteket, például arról, hogy milyen veszélyeket rejt az internet vagy a kábítószerekről, de akár bűnmegelőzési tanácsokat is. A következő percekben tehát bűnmegelőzésről lesz szó, köszöntöm a Mozaik nézőit, és köszöntöm mai vendégemet, Kovács László, rendőr alezredest, bűnmegelőzési tanácsadót is. Régóta foglalkozol már bűnmegelőzéssel, iskolákban tartasz foglalkozásokat, elsősorban kábítószer témában. Elmondanád, hogy mik a tapasztalataid? Igen. Tehát egy 3 éves projekt keretében működik tulajdonképpen ez a rendszer. Ez a Nemzeti Bűnmegelőzési Program keretében létesült, így Sopron városában is, egyébként az országban több nagyvárosban vagyunk érintettek a rendőrség részéről. Sopron és vonzás közete viszonylatában Jóga vagyok a felelős ennek a programnak. Alapvetően 3 iskolában folyik immáron 3. tanév kapcsán ez a program. Ez a szomszédunkban lévő Széchenyi Gimnázium, a Handler szakképzőiskola és a Kozbucának a szakiskolai része. Ezek az alapprogramban résztvevő középiskolák, de természetesen ahova meghívást kapok, vagy kolléganőm meghívást kap, nagyon szívesen megjelenünk, és bűnmegelőzéssel kapcsolatos előadásokat tartunk az oktatási intézményekben. Milyen formában valósulhattak meg ezek a programok? Alapvetően az osztályfőnöki órákat próbáljuk erre az előadássorozatnak a megvalósítására alkalmazni, illetve mindenkori iskolai programokhoz, azoknak a tanrendjéhez, munkarendjéhez igazodván, egészségnevelési hét, egészségnevelési napok, vagy egyéb ilyen jellegű rendezvénynek a kialakításával kapcsolatos programok keretében jelenünk meg. Természetesen előzetesen, ahogy említetted, az adott oktatási intézményeknek a vezetőivel, tanáraival egyeztetett program alapján képzeljük el, illetve valósítjuk meg ezeket az interaktív előadásokat, mert egyébként valamennyi előadás ilyen módon üzemel, úgymond. Ennek keretében viszonylag eltérő módon adott korosztályokhoz igazodva próbáljuk a bűnmegelőzési programunkat előadni. Mindig figyelembe veszük, hogy ez egy 14-15 éves, egy 16-17 éves, vagy egy végzős 18 éves korosztályról van, vagy diáki összetételről van-e szó. Alapvetően olyan programokat próbálunk az előadások kapcsán megvalósítani, előadni, és a gyerekekkel, diákokkal megismertetni, amivel úgy gondolom, hogy a napi élet során, az iskolában, vagy az iskolán kívül szabadidős programjuk kapcsán találkozhatnak. Mire gondolok tulajdonképpen? Az első az iskolában lévő olyan jellegű bűncselekmények, melyek előfordulhatnak. Sajnálatos módon azt kell mondanom a 3 év viszonylatában, hogy minden évben adódik egy-egy komolyabb cselekmény, bűncselekmény. Vannak, amit én viszonylagosan mérsékeltnek gondolok, ilyenek az iskolai lopások, az iskolai garázdaságok, de ami már talán súlyosabb, a tanórák keretében ilyen előfordult minden tanévben, egy-egy diákcsímből kialakuló garázda tevékenység, könnyű, uram bocsá, súlyos testi sértés. És ahogy említetted is, a chat világa, úgymond az informatikának ez az új világa, amely érinti a diákokat, ez is valamennyi előadáson kiemelt szerepet kap. De az igazi fő hangsúlyt azt a kábítószer, illetve a drogfogyasztás napi aktuális kérdéseire fordítom. Valamennyi előadást úgy próbálok a diákság felé közvetíteni, hogy ezt bűnmegelőzési kis filmekkel kontrollálva, ezzel segítve, egyben egy magyarázatot adva, ezeknek a foglalkozásoknak tájékoztatót adok a adott osztálynak, vagy adott közösségnek, vagy adott évfolyamnak. Azt mondtad, hogy az aktuális kérdésekről. Ugye a kábítószer az pont egy olyan terület, ami folyamatosan változik. Újabb és újabb drogok jelennek meg. Hogyan lehet ezekhez a kihívásokhoz alkalmazkodni, illetve mennyiben változott meg a kábítószer használat az utóbbi időben? Igen. Tehát azt kell mondanom, az utóbbi pár évben, 2-3 évben döntő változások történtek a drogfogyasztás területén. A korábban ugye általunk értéket, vagy a közvéleményben könnyű vagy nehéz drogoknak tartott kábítószerek módosultak,
Régebben ugye pár évvel ezelőtt még a marihuanáról beszéltünk, a kokainról, a heroinról, egyéb ópium származékokról, addig az a mai viszonylatok közepette változott, és az úgynevezett designer drogok léptek előtérbe. A magyarázata pedig viszonylag egyszerűnek tűnik, legalábbis a mi szemszögünkből, akik ezzel foglalkozunk, és azon szakemberek, akik segítik a munkánkat, tevékenységünket. Egy maga a drognak, ennek az új drognak, vagy pszichoaktív szereknek a olcsósága, viszonylag könnyen történő előállítása, és sajnálatos módon viszonylag könnyen való terjesztése. Azon új pszichoaktív szerek meg megjelentek a piacon, sajnálatos módon javarészük még nincs az úgynevezett C-tiltó listán, hiszen ezek akkor értelemszerűen, amennyiben ilyen előfordul, akkor már rendőrségi eljárás von maga után bűncselekménnyel összefüggésben ugye eljárást indít a rendőrség, és nyilván majd a Magyar Független Bíróság dönt a adott helyzet kapcsán, hogy most elítésre kerül a fiatal vagy sem, illetve korábban milyen bűncselekmények vagy bűnök voltak a háta mögött. Ez egy nagyon összetett probléma. Annyit azért jeleznék, hogyha ez első alkalommal fordul elő, akkor senkinek nem veszik a nyakát, úgymond. Az ő saját beleegyezésével, amennyiben elismerte a kábítószer vagy drogfogyasztásnak a problémáját vagy gondját, akkor úgynevezett egészségügyi elterelési, vegyük úgy, hogy tanfolyamon idézőjelbe vesz részt, ezt a kórházban szakemberek valósítják meg, és ennek keretében tulajdonképpen idézőjelbe ezt a büntetést nyilván letölti. Nyilván, hogyha utána továbbra is jellemző lesz a fogyasztás részéről, vagy baráti társasága részéről, és úgymond ő is bukik, akkor sajnálatos módon, hát ugye akkor már ez a elterelési folyamat már nem valósulhat meg, hanem a magyar törvényeknek, a büntetőjog adott kérdésének megfelelően sajnos akkor már ugye felelősségre vonásra kerül sor. Ugye azt mondtad, bocsánat, hogy közbevágok, hogy könnyen hozzá lehet jutni ezekhez a szerekhez, és hogy olcsók. Véletlenül sem akarok tippeket adni, csak a kíváncsiság kérdezteti meg velem, hogy mennyire olcsók ezek a szerek. Igen. Egy összehasonlítást szeretnék akkor megosztani a kedves tévénézőkkel is. Míg korábban az úgynevezett és nagy divatnak titulált marihuana cigaretta 2500 forintba került, ugye adott gramja vagy adott mennyisége, addig most már a mostani piacon sajnálatos módon 1000 és 1500 forint között, esetenként még talán kicsit olcsóbban is hozzá lehet jutni az új designer szerekhez, amik tulajdonképpen por, tabletta és folyékony formában jelentek meg a piacunkon. Alapvetően azt kell mondanom, hogy a távoli keletről kerültek be ezek a designer új pszichoaktív szerek, de most már Kelet-Európának egyes állama is sajnálatos módon foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és terítik elsősorban a fiatalság körében. Az igazi veszélyt miben látjuk, és mi magam is miben látom? Nem tudjuk sem az összetételét, sem ugye a származását, nem tudjuk, hogy a fiatal szervezetre ez milyen hatással van, milyen egészségkárosodást okoz. Én az előadásaim kapcsán messze menőleg kiemelem, hogy biztos van ennek valami jó tulajdonsága is, szintén ezt idézőjelbe említeném. Hát nyilván, hogy egy ilyen fokozottabb, pörgősebb, zene iránt fogékonyabb, aktívabb része is van ennek a fogyasztásnak, hogy ennek most mennyi az időtartama az a adott szernek a hatásából adódik, és annak a természetesen a függvénye. De vannak olyan szerek, aminek egyáltalán nem tudjuk az összetételét, és így az igazi nagy probléma a diákság részére, vagy a fiatalság részére, főként én a 14-18 éves korosztályt tartom igazából e téren veszélyeztetettnek, mivel nem tudjuk, hogy mi az összetétele, azt sem tudjuk, hogy milyen hatásokat vált ki, minden szervezet más és más, egy biztos, hogy valamennyi szer stimulálja az agyat, tehát befolyásolja, az már nem az a fiú vagy lány lesz, aki addig volt, hiszen módosítja a gondolkodását, az egész énjét. Azt már hadd nem mondjam, nem vagyok orvos, de a előadásaim kapcsán mindig ismertetem a diáksággal, hogy bizony sok esetben ez
nemes szervi problémákat, akkor az az egyértelmű, hogy tartalmas fogyasztást követően a vese, a máj, a szív és az érrendszer bizony károsodást szenved. Nyilván annak függvényében, hogy az a szer tulajdonképpen mit is tartalmaz. Egy-két nevet, hogyha megengedsz, akkor azért említenék, a fiatalok fogékonyak az ilyen dologra, és nagyon is ismerik ezeket a szereket. Egy-két női név van, ugye nagyon divatban a Kata, a Kati, a Gina szerek, ezek nagyon népszerűek. Az úgynevezett biofű, és ennek különböző variáció származékai, mert azt kell mondanom, hogy ezek a szerek könnyen megszerezhetők akár személyes kapcsolatok révén. Sok olyan drogkereskedő van, és sok olyan árusító, aki tulajdonképpen, és ez nagyon szomorúnak tartom, ezen fiatalon próbálja ki egyáltalán a szernek a hatását, mert döntő többségben ők sem tudják egyébként, hogy milyen károsodást, vagy egyáltalán mit okoz a szer. Vannak olyan szerek és olyan hatásukon, amit viszonylag könnyebben ki lehet heverni, úgymond pár órás alvással, pihenéssel, ez tulajdonképpen távozhat a szervezetből, esetleg még ki sem mutatható, és ilyen kristályos vagy tabletta formájában, vagy folyékony szer formájában ezek beszerezhetők. Ezek az úgynevezett kristályos anyagok, a fürdősók, a növényi sók származékok például, vagy a tablettának, vagy kapszulának a különböző változata, és ahogy említettem, a folyékony jellegű anyag is megjelent, amit én különösen veszélyesnek tartom, különösen a hölgyek vonatkozásában, mert egy adott szórakozó helyen egy pohárba csöppentett egy-egy csepp, ami szintelen, szaktalan, észesen vehető, bizony olyan károsodást okozhat, olyan tudatmódosítást végez tulajdonképpen a illető hölgynél, hogy kiesik percek, órák, vagy több óra is a emlékezetéből, és hadd ne mondjam, hogy már is ott a bűncselekménynek a szele, és bizony a szexuális bűncselekménynek egy döntő része sajnos ide köthető, és az országos statisztika azt mondja, hogy, vagy azt mutatja, hogy sajnos ilyen esetek főként elsősorban a péntek-szombati napokon országosan előfordulhatnak, de azt mondom, hogy mint megyei jogú város mi sem mentesülünk dolgoktól, és ne dugjuk fejünket a homokba, mint a strucc. Itt is megvannak ezek a problémák, itt is jelen vannak, a rendőrség és a szakemberek, a kollégáim, ahogy a médiumok által hallható, látható, érzékelhető televízió sajtó útján bizony szép számmal felderítenek dolgokat és felszínre hoznak, de hát ahogy az élet mutatja, ez egy folyamat, és nincs vége. Ha megengedsz még egy gondolatot, külön veszélyeztetettnek tartom most már, és ez egy új jelenség a 14 éven aluli korosztályt, mert az a meglátásunk, hogy bizony már a 7. osztály végén vagy a 8. osztályban ezek a szerek már jelen lehetnek, jelen vannak több esetben, és bizony már találkoztunk olyan diákkal, aki sajnálatos módon megkóstolta, fogyasztotta, élt vele. Talán az a bizodalom, hogy ez nem egy tartós folyamat, egy-egy kipróbálás, még azt gondolom, hogy különösebb egészségkárosodáshoz, urambocsá, halálhoz nem vezetett, de én úgy tartom, hogy minden ilyen kipróbálásnak az alapja egy ilyen könnyebb szer, egy könnyebb drog, és sajnálatos módon, amikor a szervezet hozzáedződik, és már ugye nem elegendő neki ez a mennyiség és minőség, keményebb dolgokhoz jut, lesznek először a designer drogok, akkor lesznek a könnyű drogok, és akkor a fajsúlyosabb, amit említettem, ópium származatik, és a végesetben sajnálatos módon akár a halál is bekövetkezhet. Sajnos a műsoridőnk véges, és tényleg másodperceken belül lepörök, igen, de a végén még egy-két szót kérlek ejts erről a reakcióprogramról, amivel kezdtük. Köszönöm a tehát kérdésed. Két iskola, igen, közösen, igen, veletek szervezi ezt a programot. Így igaz, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsnak a pályázatát sikerült elnyerni a Kozma utca iskolának, kooperálva a fáji szakiskolával. Április 20-án egy közös rendezvény keretében próbáljuk ezt a programot idehozni, ami nagyon örömteljes, mert egyébként ebben az évben három helyen valósul meg az országban, mink vagyunk, hála Istennek, akkor az egyik ilyen részvevői. Ezen program keretében tájékoztató előadásokkal próbálják a kollégáim indítani a diákság részére, mint felvezetés a programokat, és utána szimulációs, szituációs gyakorlatok fognak következni, óriási élmények,
40-50 fő ilyen témában foglalkozó szakember lesz jelen. Ebben technikai bemutató, kutyás bemutató, katasztrófavédelmi bemutató, Nemzetvédelmi Egyetemnek akciócsoportjának bemutatója, karate bemutató, tehát egy rendkívül látványos, élményszerű, és hogy említetted is, egy oldalról abszolút a diákság felé próbáljuk közvetíteni az ismereteket, és a bűnmegelőzéssel kapcsolatos dolgainkat, másrésztől meg hát a résztvevő tisztelt tanári testület, illetve meghívottak részére. Nagyon szépen köszönöm, én sok sikert kívánok a programhoz, és természetesen beszámolunk majd erről is. Nagyon szépen köszönöm a meghívásotokat. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, nézzék ezután is a Sopron TV-t. Viszontlátásra!